Tudod, mi járhat a vevőid fejében jelenleg? Mosolyogos napot kívánok neked, ez itt a vasárnapi inspiráció Pongoriászatélától. Az elmúlt hetekben sokszor tanítottam már neked, hogy most kettő dologra fókuszálj a bizniszedben. Az elsőt úgy nevezzük, hogy szívalapú értékesítés, azaz értéket teremts a vevőidnek, a másik pedig a legendás vevő megtartás és újraértékesítésre ösztönzés. Miért fontos ez? Azt gondolom azért, mert minden vállalkozás lételeme az értékesítés, az árbevétel megszerzése. Azonban a mai világban, ami most kialakult, nagyon-nagyon fontos lenne tudni, hogy mi járhat a vevőink fejében, mire gondolnak, mire vágynak, vagy éppen mitől félnek, mit akarnak elkerülni. Erre mi a legjobb megoldás? Hát az, hogy csinálj egy piackutatást. Kérdezheted, de hogyan csináljam? Hiper egyszerűen. Küld ki egy e-mailt a listádra. Tegyél fel benne kettő kérdést. Az első kérdés az, jelenleg mi a legnagyobb kihívás a bizniszedben, ha vállalkozóknak értékesítesz, vagy a magánéletedben, hogyha fogyasztóknak, végső felhasználóknak értékesítesz. És a második kérdés. Ha lenne lehetőséged velem egy négy szemközti konzultációra, akkor mi lenne az a két kérdés, amelyekre mindenképpen szeretnél tőlem választ kapni? Nincs más dolgod, mint küld ki az ügyfélistádra, kérd meg őket, hogy válaszolják meg, mint hogy mi is megtettük az elmúlt két hétben, és több mint 560 választ kaptunk erre az e-mailre. Elemezzük, átnézzük, és egyszerűen kialakult kristály tisztán, hogy az aktuális helyzetben a mi célközönségünknek milyen gondolatok járnak a fejben, mire vágynak, hol szorít a cipő, mire keresnek megoldást. Tehát küld ki, elemezd, és utána óriási segítséget fogsz kapni ahhoz, hogy valóban hasznos értéket tud nyújtani, hiszen végig tudod gondolni, hogy az ő gondjaikat, bajaikat vagy vágyaikat hogyan tudod a termékeddel, szolgáltatásoddal a legjobban kielégíteni. Tehát nincs más dolgod, mint a jövő héten. Csináld meg ezt a piackutatást, és sokkal bölcsebb, sokkal logosabb leszel a következő lépésekhez. És ne feledd, tudod, minden perccel, minden órával, minden nappal közelebb vagyunk ahhoz, hogy újra együtt szabadon tudjuk ünnepelni, hogy imádunk vállalkozni.